Testvéreim, barátaim, tudom azt, hogy elhiszitek, a keresztényeket kizavartam a mi házunkból. Anyámiknál gyűltek össze a keresztény testvérek is, kiküldtem őket a házból. Azt mondták nekem, mikor jöttem befele, Sanyika, gyere, olvassál fel egy igét. És én ezt visszautasítottam. Sőt, azt mondtam, hogy semmi közöm sincs. Távozzatok, menjetek ki a házunkból. 3 éven keresztül kellett az én anyukámnak és az én apukámnak imádkozni, értem. Megkeményítettem az én szívemet. Azt mondtam, hogy én fiatal vagyok, és élni akarom az életemet. Ahogy te is most gondolod, fiatal barátom, hogy még fiatal vagy, ráérsz még megtérni. Hogy mondjam el neked? 17 éves voltam, amikor odaadtam az életemet Jézus Krisztusnak. 17 éves. Fiatal voltam akkor? Ugye fiatal voltam, fiatal barátaim. Még élhettem volna az én életemet a világban. De tudjátok, mit mondok? Lehet, hogy hülyének néztek engem, akik nem hisztek Istenben. Már akkor megbántam az én életemet, akkor megbántam, hogy miért nem hamarabb tértem meg. Miért nem hamarabb adtam át az én életemet Jézus Krisztusnak. Akkor döbbentem rá, hogy milyen jó is Jézussal élni. Milyen jó is Jézussal járni. De hagyj ne én beszéljek, hanem az én barátom, aki ilyen nagy közösséget meg elsőnek szolgál. Gyere, barátom! Köszöntelek benneteket én is az Úr Jézus nevében. És hálát adok az Úrnak azért, hogy ide is eljöhettük, és átadhatjuk az örömhírt, hogy Jézus él. És én, amiből szolgálok ti felétek, azt az egész keresztény kívülről fújja ezt az igét. Mert a mai napon Isten felteszi nekünk azt a kérdést, hogy ami majd az igében elhangzik. És ez az ige János 3.16. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Isten azt akarja, hogy a mai napon nekünk, és a keresztények felé is szól, és a vágyakozók felé is. És ők, ha nem értik még meg, majd meg fogják azt érteni, ha Isten útján járnak. Hogy vajon Isten, Jézus felteszi nekünk, és Isten is, hogy tudjuk azt értékelni, hogy mit tett Jézus értünk a kereszten. Ahogy az énekben is elhangzott, hogy a szögek. Vajon mi kibírtuk volna ezeket a szögeket, hogyha Jézusáért kellett volna vállalnunk ezt? Vajon mi odaadnánk a gyerekeinket, az egy gyerekünket? Azokért a bűnös emberekért, akire haragszunk. Tegyük fel magunknak ezt a kérdést. És Jézus azt kérdezi tőletek, hogy miért nem tudjátok ezt értékelni. Miért vannak olyan napok, amikor nem figyeltek rám? Miért vannak olyan napok, hogy nem cselekszitek azt, amit én meghagytam nektek? És tényleg testvérek, tegyük fel magunknak a kérdést. És miért nem tudjuk ezt betartani, amit Jézus ránk bízott? Sokan nem ismertek, de így meg fogtuk ismerni. Én a Gusszinak a fia vagyok, aki másképp úgy ismeri, hogy Repes Guszti. Csak engemet ő nem ő nevelt fel, hanem a Géza, az öccse, 10 hónapos koromtól. És tényleg hálát adok az Úrnak azért én is, hogy itt állhatok, és a mai napon Isten igényt szólhatom. Ennél nincs jobb érzés. Ennél nincs nagyobb dolog. Nincs olyan dolog, mintha megnyerném az öt is lottót. És testvérek, vágyakozók, vagyis akik még világban vannak, fiatalok, amikor lesznek az előrehívások, és úgy érzed, hogy a szíved valami kiúdik, akkor ne utasíts vissza, mert akkor Isten ott áll melletted, és vagyis a Szentlélek, és be akar költözni a te szívedbe. És nem akarja azt, hogy elveszél. Mert tudjátok meg, akik még nem tudják, hogy van mennyi és pokol. És Isten azt akarja, hogy minden ember ők legyen az ő dicsőségében. És azon a helyen, amit elkészített nekünk.
hisszük azt, hogy mi oda fogunk kerülni. Mert ha nem hiszünk, akkor ez nem lesz úgy. És ha nem cselekszünk úgy, akkor nem fogunk oda bejutni. Hát én hálát adok az Úrnak azért, hogy még ennyien is összejöttünk. És én hozzá szeretnék fűzni ehhez az igéhez egy bizonságot, hogy Isten mit cselekedett velünk, én velem és a feleségemmel, még nem jártunk akkor gyülekezetbe, és nekünk született egy kislányunk, aki az én feleségem is állami gondozott volt. És ő általa a gyerek is állami gondozott lett, és nem tudtuk sehogy se kihozni. De amikor egy testvér bizonságot tett nekem, és én úgy elfogadtam azt a bizonságot, és bezártam az én szívembe, és elgondolkoztam azon a bizonságon, és Jézus már akkor megérintett, és már vágyakozóként Isten nagyon sok dolgot megadott nekünk. Millió bizonságot mondhatnék, már vágyakozó, amikor voltam. És amikor látta Isten, hogy milyen szívvel követjük őt, Isten 2,5 év után a kislányunkat kihozta. Amikor a világból voltunk, nem találtunk sehogy se kiutat. Nem tudtuk volna a polgármestert lefizetni, hogy kihozom minket. Nem tudtuk volna senkit se lefizetni. De Jézus nem kellett lefizetni. Csak kérnünk kellett azt, hogy Isten lágyítsa meg a gyámhatóságnak a szívét, és azoknak az embereknek, akik benne vannak ebbe. És Isten meghallgatta az imánkat. És hálát adok az Úrnak azért én is, hogy az ő útján járok, és nem is akarok erről letérni. És azért igyekezek, hogy Istennek tudjak szolgálni. És ezt kívánom minden világi, még akik kim vannak a világban, és akik meg akarják ismerni az Urat, azok ne utasítják el. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Jézus nevében. Amen. Halleluja! Hálát adok neked, mennyi édesatyám, az Úr Jézus Krisztus nevében a te ígédet, ami kiment az emberek felé, Istenem is. Azt mondja te ígéd, hogy nem tér vissza üresen. Kérlek téged, Uram, cseleked. Te délővé ezt az ígét, atyám, a Jézus Krisztus nevében. Barátaim és testvéreim, kik vagytok itten, akik nem jártok gyülekezetbe, nem is vagytok megtérve? Nyújtsátok már fel a kezeteket, hagyd lássam, hogy kik nem járnak gyülekezetben. És igen, ne szégyeljétek, mert ha szégyeljétek, akkor hála az Úrnak, már akkor azt jelenti, hogy már meg akartok térni. Dicsőség az Úrnak, hogy most itt vagytok. Azt mondta az én testvérem, mert úgy szerette Isten ezt az egész világot, hogy az ő fiát adta értünk. Mert úgy szerette Isten. Hallottátok? Isten szerette ezt a világot. És nem kimélte az ő egyszülött fiát. Te érted? Tudjátok, sokszor még nem érdemelnénk meg azt, hogy valaki meghaljon értünk. Mondjuk az Istennek a fia, hogy meghalt értünk. Nem érdemelnénk meg. De tudjátok, ezek nem érdemből vannak. Hanem miből vannak? Kegyelemből. Dicsőség Istennek. Mert ha nem kegyelemből lenne, akkor együnk sem lennénk rá méltóak. De barátaim, akik az Úrban nem vagytok, én hirdetem nektek innen, a Viola utca sarkáról, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta érted. Nem tudod ezt felfogni, én sem tudom ezt felfogni, hogy milyen drágát adott értünk. De egyet tudok, hogy szeret. Jézus szeret téged. Hallod? Szeret téged, Jézus. Szeret téged a barátod? Szeret téged a feleséged, a férjed? Szeret téged a szomszédod? Lehet, hogy ezek ideig, óráig tartanak. Talán évekig. De hagyd mondjak el neked valamit. Fiatal barátaim és idősek, középkorúak és idősek. Isten szeretete örök. Isten szeretete nem olyan, mint a miénk, hanem az ő szeretete örök. Mert ez a mindenható Istentől jön ez a szeretet. Vágyol ilyen szeretetre? A
Amikor megérintett engem Isten szent szelleme az iskolában, másodéves hallgató voltam tégláson, amikor megérintett engem ez a szeretet, egyszerűen nem tudtam nem tudtam más tenni, csak sírni. Semmi más nem tudtam sírni, csak sírni. Azt mondja Isten igéje az egyik helyen, boldogok azok, akik sírnak, mert azok megvigasztaltatnak. És higgyétek el, azon a napon megvigasztaltattam. Megvigasztalódott az én szívem. Mert amikor hazajöttem az iskolából, akkor teljesen megváltozott az életem. Fiatal barátaim, most vannak neked barátaid a világban. Most vannak olyan dolgok, amik fogva tartsák a te életedet. Talán vannak olyan dolgok a te életedben, olyan vágyak, amiről mindjárt mondok neked egy pár dolgot. Ami azt fogod mondani, hogy ez így van. Tudjátok, mindegyik telepen elmondtuk azt, hogy a kábítószert Isten előtt nagyon utálatos. Tudd meg, fiatal barátom, nem csak Isten előtt undorító, hanem a te szüleid előtt is. Én miért mondom ezt? Hát azért, mert minden pénzedet arra költöd. Múlt éjszaka, amikor nem tudtam aludni, mert erre az evangelizációra készültem, akkor Isten adott nekem egy gondolatot, hogy mondjam el ezt nektek. Hogy minden nem hiába van. Nem hiába vagy itt. Nem csak azért jöttél erre a helyre, hogy jól érezzed magad, vagy hallgassad a fiataloknak a bizonságát, hanem hitel nem véletlen, hogy most itt vagy. Ez a mag a te szívedben kerül most, a Jézus nevében. Minden olyan fiatalnak, és minden olyan embernek kerüljön be ez a mag, a Jézusnak a magja, a Szent Szellemnek a magja, és ez a mag kezdjen kicsinásodni a te életedben. És hitel barátom, ha most nem érzel változást, el fog jönni az idő, amikor meg kell, hogy változzon a te életed. Nem sok időd van rá, hogy az életedet átadjad Jézus Krisztusnak. Nem sok időd van már. Minden jel azt mutassa, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön már nem sokára. Itt van. Az én feleségem felrakott a Facebookra, én nem tudtam róla, felrakott Jézusról egy képet. De annyira tetszett nekem, mindig olyan dolgokat tesz föl, ami úgy megjárja a szívemet. És az a képen olyan dolog volt, hogy már Jézus nem a küszöbben van, hanem Jézus már átlépte a küszöböt. Hallod? Jézus már átlépte a küszöbön, te érted. Miért halogatod még a megtérésedet? Miért mondod, hogy mindez nem a te időd? Akarnám neked most mondani, hogy ez a te időd. Ez a te időd, barátom. Te időd. Ne keményítsd meg a te szívedet, hogyha hallod Istennek a beszédét. Jézus hív téged. Jézus vár rád. Tegnap voltam egy evangelizáción. Kell, hogy említsem, meg kell, hogy említsem, mert nem sok evangelizáción szoktam elmenni, mert nincsen időm.